Köszöntöm Önöket búcsúestünkön. Általában, mikor az emberek búcsúzni szoktak egymástól, valahogy úgy felidéződnek azok a kedves percek, amelyeket együtt töltöttek. Emlékeznek arra a játékra, amit az ismerkedési esten játszottunk. Próbáljunk meg ezzel a játékkal feleleveníteni az elmúlt két hét legkedvesebb emlékeiből. Önök most kifáradnak. Önöknek pedig megsúgjuk a titkokat, persze halkan, úgyhogy odakin ne hallják. A játék tehát a következő. Néhány jellemző jelenetet, ami a nyaralás alatt történt, néma játékban fogunk eljátszani, és nekik ki kell találni, akik bejönnek, hogy mit játszottunk el. Gyülekezzenek. A vörös lobogósok itt gyülekezzenek! Ezt a vidéket már a kora vaskorban, bronzkorban lakták emberek. Ezt a hegyet a rómaiak idején villák népesítették be, ez a vidék már akkor is fejlett szőlőkultúrával rendelkezett. A magyar néptörténelmében egy nagy költő működése fűződik ehhez a vidékhez. Kisfaludi Sándor egykori házában jelenleg az idegenforgalmi hivatal vendéglátóipari üzemegységet üzemeltet, a teraszon helyet lehet foglalni, és a Balatonvidék legszebb kilátása tárul az önök szeme elé. Amíg az ebédlőhöz érünk, szeretném elmondani, hogy az ebédlőt csoportunk fél kettőig használhatja. Kérjük kedves vendégeinket, hogy fél kettőkor adják át helyüket a következő turnusnak. Kedves vendégek! Szeretettel köszöntjük Önöket éttermünkben. Felhívjuk figyelmüket, hogy kézmosó helyiségeink az épületen kívül bal kéz felé, borozunk az épület mögött jobb kéz felé található. Kedves vendégeink, jó étvágyat kívánunk a jó ízű ebédhez! Thank you.
Mind a kettő az jobban is. Az ott jobb. Hogy is hívják ezek? Muskoták. Mi az Isten? Háromszor egyet kérek, Viti. Egészség. Éves, 65 centi magas, 28 kiló, Somogy megye Barcsony született magyar ember. Nem mindennapi látványosság, egy természetbeli ritkaság. Az emléklap ára 2 forint. Az gondol!
Könyvtáros, kiadói dokumentációval foglalkozom, a Szép Irodalmi Könyv kiadónak vagyok a dolgozója. Jelenlegi foglalkozásom személyzeti előadó. Karbantartó asztalos vagyok, Kosonmagyaróvár, Tímföld és Műkorongyárban. Hogy érezte magát Badacson? Nagyon jó volt. Ott még nem is voltam egyáltalán Badacsonban, de azt valami bizonyos isteni volt az egész nap. Nagyon-nagyon jól éreztem magam, annak ellenére, hogy már másodszor voltam ott. Én nagyon jól éreztem magam, és azt hiszem valamennyien, akik ott voltunk, mindnyájan ilyen élményekkel tértünk haza. Hát szóval úgy veszük akkor Badacsony mondjuk úgy, mert ott az ember jól érezheti magát, el is fáradhat, szépet is lát, és jó bort is ihat mondjuk, ami a magyar embernek a legjobb, ugye?